Közben jelzik, hogy Révész Péter barátunk, dr. Révész Péter, Nebraska-ban egyetemi tanár, aki eredetileg számítógép szakértő, de a görög kultúra szerelmese lett, és hát miközben a görög kultúrával egyre elmélyültebben megismerkedett, egyre inkább meggyőződött arról, hogy milyen sok magyar vonatkozása van ennek. Persze, hogyha tanulhatta volna az általános iskolában vagy a középiskolában mondjuk Horváth István könyvét a jászokról, akkor nem lett volna számára olyan meglepetés, hogy a krétai világban magyar kultúra nyomait fedezzük fel, hiszen az arab források is még 1200-ban körülbelül Alexandriát, azt az Alexandriát, amelyet olyan sikeresen felgyújtottak, azt a könyvtárat, azt az Alexandriát még úgy hívták az arab források, hogy Mazar Alexandria, nem akármilyen Alexandria. Tehát Révész Péteri a szó. Jó napot kívánok! Köszönöm ezt a lehetőséget, hogy Zoom előadást tarthatok, és nagyon sajnálom, hogy nem tudok személyesen ott lenni a teremben. Ma szeretnék arról beszélni, hogy volt-e Dunabedencei finnugor őshaza. Sokan próbálták már megállapítani az uráli vagy finnugor őshaza helyét a közös növénynevek alapján. Például a szilfának a rokon megfelelője finnül szalava, mariul sóló és morviul snejel. A térkép zöld színnel jelzi a szilva jelenlegi elterjedési helyét. Sok nyelvész úgy gondolta, hogy az uráli őshaza ott lehet, ahol több növény elterjedési területe átfedi egymást. Ez az elképzelés nem vette figyelembe azt a lehetőséget, hogy az uráli őshaza nem csak pár ezer éves, hanem már a jégkorszakban létezhetett. Ezt a lehetőséget Szabó István Mihály, egy magyar akadémikus már felvetette. Szerinte a lila színnel jelzett gravetti kultúrából az uráli népek északra mentek, mint mamutvadászok, majd ott szétszóródtak, és a magyarok Árpáddal visszajöttek a Kárpát-medencében. Hasonlóan vélekedett Grover Krantz, egy amerikai professzor is. Szerinte az uráli népek több hullámban mentek északkeletre. Északra és keletre. De a magyarok ősei a Kárpát-medencében maradtak. A legelőször elvált csoportból lettek a szamojédok, a másodikból a finnpörmiek, a harmadikból az ős obiugorok. Így könnyen megkapjuk az uráli nyelvcsaládfát. Ezek szerint az ugorkorszakban csak 8-ig számoltak az emberek, és nem volt közös földművelési és állattenyészeti szó, kivéve a lóval kapcsolatban. A lóval kapcsolatos szavak elterjedhettek egy ismeretlen sztyeppei nyelvből az ős magyarba és az ős obiugorba is. Tehát úgy tűnik, hogy az ugorkori elválás még a mezolitikus korszakban történhetett. Összehasonlításul az indoeurópai nyelvek csak a bronzkorban válhattak el, mert ezerig vannak közös számok, és a bronzzal kapcsolatos nevek is közösek. Tehát az uráli nyelvcsalád sokkal ősibb és régebbi, mint az indoeurópai nyelvcsalád.
Az uráli nyelvcsalád jégkorszaki eredetét támasztja alá az archeogenetika is. A mitokondriális DNS haptocsoportok közül az U5-ös a leggyakoribb a halászvadász népeknél. Ős-európai népeknél. Az U5-ös haptocsoport már 28 ezer évvel ezelőtt létezett Dolni Vestonicében. És a bronzkor előtt csak Európában fordul elő. Továbbá az U5-ös a mai napig is nagyobb százalékban fordul elő az uráli népeknél, mint a környező indoeurópai népeknél. Például a számiknál 48%-os, a finneknél 20,7, a morvinknál 15,7, a mariknál 14, és az észteknél 13,3%-ban fordul elő. A mitokondriális haplocsoportok közül a H13-as haplocsoport szintén a halászvadászokra jellemző. Ez nem csak Európában, hanem a Kaukázusban is megtalálható. A földművelés a termékeny félholdról terjedt el Európában. Az első európai földművelő lakosság a korábbi halászvadászokból és az új telepesekből állt össze. Milyen volt a földművelők nyelve? A feltételezések szerint az ős magyar nyelvet átvették az új telepesek. Például Magyar Adorján, Cser Ferenc, Darai Lajos írta erről. Viszont ezt nem sikerült bebizonyítani eddig, mert a Duna-medencében csak pár tucat többféleképpen lefordítható írásemléket találtak. Most bebizonyítom ezt a feltételezést a bronzkori minoszi kultúra segítségével. Két lépésben. Az első az lesz, hogy a minosziak a Duna-medencéből vándoroltak Krétára. A második, hogy a minoszi nyelv a magyarral rokon. A minosziak Duna-medencéből való vándorlására az archeogenetika adja az első számú bizonyítékot. A halászvadász gének, itten kékkel vannak jelölve, a följövő földművelő gének sárgával, és a kettő keveredéséből állt össze a Duna-medencei lakosság. Az új kőkor kezdetén. Majd évezredes együttélés alatt bizonyos mutációk történtek, amiket itt szürkével jelzek, ezek a mutációk külön alcsoportokat alkottak a korábbi mitokondriális haplocsoportokon belül. Ezek az alcsoportok a Duna-medencében találhatók legkorábban, és innen mentek Krétára, ahol a minoszi kultúrában is megtalálhatók ugyan ezek a haplotípusok és alhaplotípusok. Csak később időben, a bronzkor elejétől fogva. A mitokondriális vizsgálatokat nem régen már teljes DNS vizsgálatokkal is kiegészítettem, és ezek is hasonló eredményre jutottak. A második számú bizonyíték a minosziak Duna-medencéből való vándorlására az a művészeti motívumok. A bal oldalon látható
egy új kőkori váza a Duna-medencéből, történetesen Budapest és környékéről. Ez egy Miska kancsónak a eredete, lehet látni a arcot a kancsón. És a vázának az oldalán ilyen kígyózó vonalakban lehet látni a kéz vagy láb alakot. A minosziaknál megjelenik ez a váza. Itt egy nyakán van egy kígyó, és a harmadik pedig egy korondi váza, egy Miska kancsó. Tehát ez a művészeti motivum, amit kígyó istennő motivumként ismerünk, ez összekapcsolja a Duma-medencét, a minoszi kultúrát egészen a mai magyar kultúrával, népművészettel. Ezekre több példát is adok az itt fent idézett cikkemben. Még egy művészeti motivum mutatok be itt, ez a kút motivum, a bronzkori Duna-medencéből ismeretes, ez a váza, nagy rév kultúrának a része, körülbelül időszámításunk előtt 2500-ból. Itt lehet látni középen egy kutat, amit úgy ábrázolnak, hogy a körül van egy ilyen zigzagos vonal, ami a vizet jelenti, a vízparton vannak pontok, és egy X alakú lépcsőzetes középső rész van. Állatok jönnek inni ehhez a kúthoz. A minoszi kultúrában egy nagyon hasonló pecsétet lehet látni, mint középen látható. Itt egy bika iszik egy kútból. Továbbá megtaláltam ezt a motivumot a számiknál is, egy kés nyélen. Itt is lehet látni a háromszögeket körös körül, zigzag vonal és háromszögek, és benne a pontokat. A harmadik bizonyíték a minosziak Duna-medencéből való vándorlására az epigráfia. Ezt már Jovan Todorovics horvát kutató is elemezte, és ő készítette az alábbi térképet, ami a tordosi vincsa kultúrából való származását mutatja be a krétai írásoknak. Megjegyzendő, hogy a minoszi írás visszahatott a magyar rovás írásra. Tehát valahogy a kapcsolat nem szűnt meg avval, hogy délre ment, hanem folyamatosan hatott egymásra. Itt van egy része egy táblázatnak, amit készítettem, a különböző írásokról, amik hasonlóak egymáshoz, és össze lehet tenni őket. A legbaloldalibb oszlopban van a krétai hieroglifikus írás, és az utolsó előtti oszlopban van a magyar rovás írás. A következő bizonyíték az etimológia. Egy cikkben elemeztem a görög és magyar szókapcsolatokat. És sikerült 159 görög-magyar szópárról bemutatni a szabályos hangváltozást és pontos etimológiáját. Már korábban is észrevették kutatók, történetesen Acél József és Varga Csaba, a görög-magyar szókapcsolatokat. Csak nem mutattak be szabályos hangváltozásokat, és nem adtak pontos etimológiát. Én észrevettem, hogy nem akármilyen görög szavakkal állunk szóban, hanem olyanokkal,
amit a tudósok pre-hellén görög szavaknak mondanak, tehát a görögök átvették a korábban ott élő népektől. Természetesen ettől a görög egy indoeurópai nyelv marad, mert a legtöbb szó a görögben mégiscsak indoeurópai, és a nyelvtan is elsősorban indoeurópai kapcsolatokkal rendelkezik. Például métér, anya, az egy indoeurópai eredetű szó. De számunkra nagyon érdekes lehet a pítosz szó, ami boroskancsót jelent, és ez származhat a finnugor eredetű csillaggal jelzett pata szóból. Tehát a hipotetikus szavak elé csillagot tesznek, de a pata és a pítosz nagyon hasonló egymáshoz. Magyarban a T Z-re változott, és az K főnévképző is hozzátársult. Tehát így lett fazék. Tehát a görög szó érdekességként a rekonstruált finnugor alapszóhoz tartozik inkább, mint a magyarhoz ebben az esetben. Lobex, ez pedig azt jelenti, hogy ragadozó madár a görögben, és ez kapcsolatban állhat a magyar lebeg szóba. Lebeg a levegőben. Krosszosz, ami korsót jelent, görögül is és magyarul is. Híton, ami kötényt jelent, görögül is és magyarul is. Ebben az esetben az N végződés hasonlít inkább a magyar eny végződésre, ami nincs meg minden finnugor nyelvben. A közös szavak a görögben és a minosziakban, mint mondtam, egy korábbi nyelvtől származhatnak, és ez a korábbi nyelv minden valószínűség szerint a minoszi nyelv lehetett. Tehát oda jutottunk ez alapján, hogy a minoszi nyelv is az uráli nyelvcsaládhoz tartozik. Méghozzá a minoszi nyelv a magyar legközelebbi rokona. Bronzkori elválásról van szó az ős magyar és a minoszi nyelv között, és nem pedig egy sokkal korábbi elválásról, amiről beszéltem, az ős magyar és az ősi obúr között. Most hadd beszéljek egy kicsit a minoszi írásokról, amiknek a fordításán sokan dolgoztam. Az első cikkemben itten 28 lineáris A írás fordítottam le, a másodikban a Festus korongi írást. A minoszi kultúrából körülbelül 2000 írás emlék származik, szóval ez még mindig csak egy kis része az összes írás emléknek. De ez már jelentős sem mutatja a magyar kapcsolatokat. Mivel a fordítások mindig egy kicsikét bizonytalanok, hiszen egy-egy betűről lehet tanakodni, hogy ilyen vagy olyan hangértékűek, és így a szónak a hangértéke, sőt a mondatnak a hangértéke is megváltozik. Először jobb az írásokat jellemezni. Tehát a minoszi írások jellemzőit vizsgáltam először, és arra a következtetése jutottam, hogy a minoszi írások toldalékoló és magánhangzó harmóniás nyelvet tükröznek. Ezek a jellemzők a finnugor és török nyelvekre illenek, és nem illenek az indoeurópai nyelvekre és az afro-ázsiai nyelvekre
általában. Na most, hogyan lehet ezt látni? Először is itt van a Festuszi korongról egy táblázat. A baloldali oszlopban a szavaknak a töve van, tehát szótő van, és a jobb oldalon pedig különböző toldalékok. Mint látható, a toldalékok nem változtatják meg a szótöveket. Nagyon szépen illeszkednek, anélkül, hogy a szótövek megváltoznának. Na most egy-kettőt ezek közül a szótövek között pirossal, másokat kékkel jelöltem. A következő ábra mutatja, hogy miért. Egyszerűen egy gráfot állítottam föl, ahol mindegyik csúcs egy-egy jel a Festus korongról. És egy-egy él a gráfban azt jelzi, hogy azok a jelek egyszerre fordulnak elő egy-egy szóban. Ezt angolul syllable adjacency gráfnak hívják. Na már most, ha minden jel egy magánhangzót tartalmaz, tehát valamiféle szótagírásról van szó, ami különben a bronzkori írásokra jellemző, különösen az ismeretes lineáris B írásban, amit már megfejtettek szótagírásként, mint a görög írásnak a legkorábbi formáját. Szóval, ha minden jel egy magánhangzót tartalmaz, akkor a kékekben lehet mély magánhangzó, a pirosakban magas magánhangzó, míg a szintelenekről még nem tudjuk biztosan, hogy milyen. Hát ezért nem kapcsolható se a kék, se a piros csoporthoz. Az, hogy ilyen szép elkülönülés van a piros és a kék jelek között, ez azt mutatja, hogy magánhangzó harmónia kell, hogy legyen a szótövekben. Mint mondtam, ez a finnugor nyelvekre és török nyelvekre jellemzők, magyarban nagyon is megvan, és indoeurópai nyelvekre, meg afroázsiai nyelvekre nem jellemző, tehát fordítások, amelyek azt feltételezik, hogy indoeurópai vagy afroázsiai nyelvekről van szó, azok nem lehetnek helyesek. Az én fordításomat most én nem adom itt meg az idő rövidsége miatt, de a honlapomon, sőt a YouTube csatornámon bemutatok sok példát a történetes fordításokra. Szeretném most arra használni az időt, hogy egy picikét tárgyaljak egy-két szokásos ellenvetést a Dunabedencei őshaza gondolatával. Az első számú, amit szoktak mondani emberek, ezt az elméletet, amit előadtam, ha hallották, akkor ezt szokták mondani, hogy hát Árpád vezetési a honfoglalók hozták a magyar nyelvet a Kárpát-medencébe. Hát mi mindig is úgy tanultuk. Csak hát az a probléma, hogy a honfoglalókat törököknek nevezték sokan, beleértve Konstantin császár is. Továbbá a magyar honfoglalók törzsnevei közül több a török nyelvű baskiroknál is megtalálható. Németh Gyula hívta erre fel a figyelmet, és ez azt jelzi szintén, hogy ha török nyelvű népeknél vannak hasonló nevek, hát akkor ők is valószínűleg török nyelvet beszéltek, a legtöbb törzs. Szóval kürt, gyarmat, és így tovább. László Gyula, híres régész, azt már az 1950-es években észrevette, hogy a honfoglalók házai
kazaksztáni kapcsolatokkal rendelkeznek. Tehát nem finnugor nyelvterületről származnak. Kazaksztánban senki sem gondolta, hogy finnugor nyelvvel beszéltek a honfoglalás előtti századokban. És az utolsó, szerintem az egyik legmeggyőzőbb bizonyíték az archeogenetikára épül. A honfoglalók DNS-e török és hun népekre jellemző. Ezt Kásler Miklós, Neparácki Endre, Török Tibor és munkatársai kimutatták. Például az Árpád háznak az DNS-éről, Y-krómás DNS-éről be lehetett mutatni, hogy hát annak a legközelebbi rokona Mongóliában található. Szóval nem valószínű, hogy ők hozták a magyar nyelvet a Kárpát-medencébe, esetleg a honfalvok egy része beszélhetett magyarul, a magyar nyelv kiterjedhetett kicsikét keletebbre. Ez már a következő ellenvetéshez vezet, ami azt mondja, hogy Magna Hungáriában is éltek magyarok, Julianus barát szerint, továbbá a sumérok, szaboriok, etruszkok, szkíták, hunok, hunok, besenyők, pártosok is magyarok voltak. Szeretném hangsúlyozni, hogy az itt elmondottak nem zárják ki, hogy a Duna-medencéből még más korban és más irányba is vándoroltak el emberek. Tehát itt nincs semmi elvi ellentmondás. Okay? De minden rokonság külön bizonyítást igényel. A minosziakra sokféle bizonyítást tudtam adni, hogyha mások hasonló bizonyításokat tudnak adni a különböző népekre, azt én el fogom tudni fogadni. Egy harmadik ellenvetés az, hogy a földművelést a törököktől tanultuk. Na most ez a feltételezés arra alapszik, hogy bizonyos szavak, a földműveléssel kapcsolatos szavak a magyarok és a törökök között hasonlóak. Szóval ezt másképpen is lehet magyarázni. Az én feltételezésem az, hogy az ősi földművelék nyelvéből származhat pár közös szó. Tehát, ahogy elterjedt a földművelés, a termékeny földholdról különböző irányba terjedhetett, és a földműveléssel kapcsolatos szavak kerülhettek a Duna-medencébe is, és előbb-utóbb a török népek ősi területeire is kerülhettek. Ezekből szeretnék egy példát mutatni, ami talán a legdöntőbb. Feltételezhetően az ősi földművelők még számunkra ismeretlen nyelvébe, tehát nem tudhatjuk biztosan, de létezhetett egy hutu szó, ami gabonát jelenthetett, és ez széles körben elterjedt. Az egyiptomi itt az árpát jelent, a sumér utu gabonát, a magyar búza, és a lakóniai görög beszkerosz kenyeret jelent, pontosabban búza kenyeret, és a török bugé az pedig búzát jelent. Tehát ezek közös ősből fakadhatnak, az egyiptomi, a sumér, az teljesen más nyelvcsalád. Tehát ők is átverték közös nyelvből. A búzában természetesen Z betű látható, Z hang, de a TZ hangváltozásra több példa is van, például a finnugor kota, magyar ház lehet, abból képezett és származott a hazaszó. Nem vagyok egyedül, aki hasonló eredményre jutott.
többen kezdik felfedezni, hogy például a csuvas nyelv vette át a magyar szavakat, és nem fordítva. Erről Marácz László adott egy érdekes elemzést, amit itt mutatok be. Természetesen ezt a kérdést még tanulmányozni kell tovább. Hát ennyit a dolgokról, és hát látni való, hogy nem kell mindent elfogadni, amit mondanak a tudósok. Hát akkor nézzük meg, hogy mi történt valójában a krétára menet után. Oké? Hát én szerettem volna ezt így olvasni. Milyen szép sziget, jó lesz itt nyaralni. Nem nyaralunk, letelepszünk. Na jó, oké. Egy kis humor. Hát köszönöm szépen a figyelmet, és nagyon szívesen válaszol kérdésekre, hogyha bármi adódik. Köszönöm szépen!